Mit gondoltok, ez a kakas jó kedvéből adta ezt a tollat, gyerekek? Több csoportban nézték meg a huszárok hagyományőrző műsorát a Petőfi utcai tagovoda kicsinyei. Egyenruha ismertető, közös nótázás és még puskaszerelést is láthattak, hallhattak az ovisok. Én már 25 évet csinálok, évente 45-50 alkalommal, úgyhogy megvan belőle már a kellő rutin, de hál' Istennek nem rutinszerűen csináljuk, mert olyan csoport, annyi gyerek, és ennél nagyszerűbb érzés nincs, amikor látom a gyerek arcokon a visszatükrödő csodálatot, az elismerést, az együttműködést, és számukra ez egy meghatározó élmény. A gyerekek egész héten március 15-e bűvkörében töltik mindennapjaikat. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ugyanis a különféle foglalkozások témája. A gyerekek már ismerik és tudják a huszároknak a működését, minden évben várjuk őket. Ez egy egész heti programnak egy része, ők már egész héten a március 15-tel foglalkoznak, minden tevékenységünkben megtalálható ez az ünnepély. A mozgásos tevékenységet, a vizuális tevékenységben, a mesében, a versben, a környezeti tevékenységekben is megjelennek ezek a motívumok. A gyerekek várják a huszárokat, és nagyon sok mindent tudnak. Otthonról is nagyon sok mindent hoznak a szülők által, és itt is ugye egész héten ezzel foglalkozunk. A gyerekek sokat is tanultak az egy hét alatt, például a huszárokról és még a katonákról is. Megvédik a holyakunk, megvédik a városunkat. Lépés indulj! A március 15-i héten az összes kaposvári és több vidéki óvodába is ellátogatnak a huszárok.